Mindenki kemény felkészülésen volt túl, hiszen ez sportkarrierük szempontjából egy nagyon lényeges küzdelemnek számít. Volt, aki már sokatszor indult neki, de volt olyan is, akinek első versenye volt. Nekem ez lesz az első mezőny OB-m, voltam már időfutamon ugye Debrecenben egy héttel ezelőtt. Nagyon nem vagyok tapasztalt versenyző, mert egy éve versenyzek a csapatnál, de igyekszek felzárkózni a többiekhez. Igen. Már versenyeztem párszor mezőnyben, de ez lesz az első úgymond értékesebb OB-m. A tavalyi bajnok is nagyon elszántan indult neki a megmérettetésnek, szerette volna ismét megnyerni. Hát a lehető legjobbat is szeretném hozni, az biztos, hogy én szeretnék a legjobban győzni. A felkészülés nem igazán jött össze, mert az elmúlt 3 hétben volt egy betegségem, és azóta is nagyon rosszak a vérképeim, és még nagyon tart lappang bennem. Úgyhogy a erő az nem igazán volt helyén az edzésében az elmúlt hetekben, de biztos, hogy minden meg fog tenni érte. A lelkes versenyzők már alig várták, hogy bizonyíthassanak a nap legfontosabb futamán. Most már második alkalommal tudjuk közös szervezésben megrendezni ezt az eseményt, és hát az első apropóján úgy gondoltuk, hogy mindenképpen szeretnénk folytatni, és hát nagy örömünkre szolgál, hogy még több jelentkező van, mint tavaly, úgyhogy egyelőre úgy ítéljük meg, hogy nagyon jó, most jön a nap fénypontja, a nagy verseny, délután 1 órakor, néhány pár, néhány perc múlva. Én részt vettek a verseny igazgatói autóban, ott onnan kísérem nyomon a versenyt, és hát már tavaly is szerencsém volt ez a dologhoz, így sokkal élvezetesebb, bőven adrenalin, úgyhogy azt gondolom, hogy most is nagy izgalommal várjuk a versenyt. Az elmúlt 5 évben mi, mint rendezők tartottuk is országos bajnokságé fejlesztettük, ugye erről azért azt kell tudni, hogy 4 korosztály mutatja meg itt a képességeit, U13, U15, U17 és az U19-es korú gyerekek, ugye itt arról van szó, hogy utánpótlás nevelésben gondolkodnak a csapatok, és ezeket az erőkülönbségeket próbálják meg itt megmutatni, és kiharcolni az országos bajnoki címet. 140 indulónk van az idei évben, folyamatosan évről évre növekedett a létszám. Először, amikor átvettük hosszú idő kihajás után a verseny megrendezés jogát, akkor 92 fővel indultunk, és ez a mai napra már 140 főre duzzadt. Én azt gondolom, hogy itt tényleg színe java megmutatkozik a magyarországi utánpótláskorú gyerekeknek. Látszik az elmúlt éveknek a reklámja, az a fajta motiváció, amit próbálnak sugározni a gyerekek irányába a kerékpársportban. Ugye ennek köszönhető az, hogy ennyire magasabb már a létszám az utánpótláskorú gyerekekben, hiszen törekednek arra, hogy akár a nemzetközi pódiumon is megállják a helyüket, úgy, mint a híres neves kerékpárosaink Walter Attila, Dina Marci. A Tamási kerékpáros napok 3 napig tart. Ugye jellemzően 2 napig mezőnyversenyekről beszélünk, különböző rajtidőpontokban, különböző korosztályok rajtolnak el a városban, és köröznek a környékbeli településen. Ugye egy Iregszemcse, Nagykónyi Tamási útvonalon 28 kilométeres köröket tesznek meg, vasárnap általában a kicsik indulnak, ugye ott az U13 és az U15-ös korosztály, itt is külön mezőnyökben indulnak, hogy ne lejöjjön ki mezőny közben az erőkülönbség, és hétfőn pedig a pálya országos bajnokságra, illetve a pálya diák olimpiára kerül sor, ami most már szintén évek óta mi rendezünk. 5 És elhangzik a sírszó, hölgyeim és uraim, elindul az itt mezőnye! A bajnokság U19-es női csoportjában Farkas Janka, az U19-es férfiaknál Pakot András, míg az U17-eseknél Lichtenberger Péter Ábris lett a győztes.